10-ből körülbelül 2 ember látja azt, hogy az idő napról napra drágul. Kiszalad alólunk az élet, mint a futószalagon lenne, és sokan annyira szeretnék jól csinálni, hogy mire odaérnek, hogy elkezdik, már vége is. Félni attól, hogy hibázol, nem leszel tökéletes, vagy esetleg a legjobb. Van, hogy ez büszkeség. Van, hogy félelem. Az óra viszont ketyeg, és neked döntened kellene. Mit kezdesz a hátralévő időddel? A világban azt látom, hogy mi akarunk lenni saját magunk istenei, és mi akarjuk irányítani az életünket és az időnket. Nem akarunk tudomást venni róla, hogy a Teremtő Isten próbáljuk meg kivenni a képletből. Nem akarunk tudomást venni a kezdetről, de ennek ellenére meg akarjuk magyarázni a véget. És ami még rosszabb, el is akarjuk kerülni. Szerinted a Marson megváltozna az ember? Szerinted az elektromos autót másképp vezeti majd? Ha minden kapitalizálva van és központosítva, szerinted az emberi természet más lesz? Úgy szabályozunk mindent, mintha mi döntenénk el az idők kezdetét és a végét. Mintha mi döntenénk élet és halál felett. Védjük a Földet mindentől. Pedig Isten megmondta, hogy egyetlen egy okból pusztulhat el majd a Föld, és ez akkor lesz, ha ő azt mondja. Pontosan úgy lesz vége, mint ahogy elkezdődött. Egy szóval. Nem az a dolgunk, hogy megmentsük a Földet, mert nem mi teremtettük. Nem az a dolgunk, hogy megmentsük az embert, akit szintén nem mi teremtettünk. Az a dolgunk, hogy elmondjuk az embereknek, hogy van aki, aki megmentette a Földet, megváltotta az embert, és vele egy bensőséges életközösségben éljünk, amíg az idő le nem jár. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti. Egy embernek nap mint nap meg kell tanulnia az idő erejét finomra hangolni az életében, hogy ne tépjen szét a türelmetlenség, a reménytelenség és e világ csábítása. Meg kell tanulnunk kordában tartani az időt. De mi az idő? Az idő az ígéret. Te mire vársz most? Igaz? Az idő az ígéret. Meg kell tanulnunk megszelídíteni, mint egy vadállatot. Igen, az idő sokszor olyan, mint egy könyörtelen uralkodó, amikor látja, hogy fáj, nem gyorsít, amikor látja az örömöt, nem lassít. Máskor olyan, mint egy figyelmetlen öregember, aki alig lát, alig hall. Ismerős. Ha létezik Isten, miért nem vett véget ennek a rengeteg szörnyűségnek? Ha Isten szeretne, több örömöm lenne az életben, hallhatjuk ezt sokszor az emberektől. Pedig ő csak azt szeretné, ha rábíznák a sorsunkat, mert a sors valójában Isten elrendelés az életedre. Az embernek pedig meg kell tanulnia valamit. Valamit, ami a bűn miatt a születésedkor nem született meg veled együtt. 10-ből 2 ember látja, hogy az idő minden nap egyre drágul, és lassan megfizethetetlen lesz. Nem az a fontos, hogy mikor mi történik, hanem hogy mi hogyan reagálunk a történtekre. Aki így él, elfogadja a rosszat is, a jót is. Tudod, hogy ez mit jelent? Az ilyen ember féli az Istent. Az Istenfélelem megszüli az emberben azt, hogy bármit hoz a holnap, én felkelek és hirdetem az embereknek a kiutat a saját börtönükből, abból a börtönből, amit mi magunk építettünk fel azért, hogy megvédjük magunkat egymástól. Ez a bűn. Ez választ el bennünket Istentől. És egyedül Krisztus evangéliuma az, ami megmentheti az embert önmagától. Az Istenfélelem hiánya a világban, hogy emberek ahelyett, hogy beismerték volna, hogy Isten hatalma a miénk felett áll, elnevezték őt sorsnak. Így minden olyan megmagyarázhatatlan dolog értelme az életükben történik egyébként okkal, ne Istennek adjanak dicsőséget, hanem egy sorsnak nevezett valaminek, amiről azt sem tudják micsoda. Hívjuk karmának, kopogjuk le, hogy kitartson a szerencsénk, igaz? A Biblia azt mondja, se véletlenek nincsenek, se semmi új a nap alatt. Isten az, aki a kezében tart mindent. Ezért nem az a fontos, hogy mikor mi mész keresztül, hanem hogy megtanult Isten kezében vagy, és ő felel az időkért. Akkor is, ha azok rosszak. Akkor is, ha jók. Megtanulni alázatban járni Isten előtt, és nem fellázadni ellene azzal, hogy számon kérjük. Megtanulni rábízni az életünket akkor is, ha úgy tűnik, hogy teljesen szétesik. Várni, amíg az ígéret be nem teljesül, mert ha az megtörténik, és te még mindig békességben élsz Istennel, az azt jelenti,
hogy sikerült megszelidítened az időt. Nem, nem beszéltem félre. Mert ha sikerül megszelidítened az időt, azzal megtanultad visszaadni az ígéretedet Istennek, hogy akkor váltsa be, amikor elrendelte. Kiszolgáltatott lettél neki, és ez lesz az a pillanat, amikor csodák történnek az életedben.